Olyan időket élünk, amikor a múlt héten ilyen képek jelentek meg a brit sajtóban arról, hogy Oroszország teljes agresszióra készül Ukrajna ellen, felsorakoztatta csapatait, átvonultatta őket már Fehér Oroszországba, és az elnyomott függetlenségért küzdő Ukrajna úgymond kénytelen minden erővel védekezni, ezért oda kell küldeni a legkülönbözőbb nyugati fegyvereket, és így tovább. Olyan időket élünk, kérem szépen, amikor a brit állampolgárokat megkérdezték, hogy támogatják-e Oroszország bojkottját, ha Ukrajnát megtámadja, letámadja, meghódítja invázióval. Ha összeadjuk ezeket a számokat, akkor kijön egy szép 46+26%, 6-72%, akik legalábbis nincsenek az ellen, hogy ilyesmi legyen. Szemben azzal a mindössze 14+13, azaz 27%-kal, akik ezt hát legalábbis ellenzik valamilyen mértékben, vagy legalábbis nem tudják ezt konkrétan megmondani. Ha összességben azt veszük, hogy a 23+26% az ugye 49, tehát majdnem 50% az azt mondja, hogy erőteljesen támogatná ezt, és vagy legalábbis támogatná ezt a bizonyos Oroszország komplett bojkottját. Mert kérem szépen, hát itt van ez a rettenetes Putyin, aki ugye a diktátori rezsimjével már Oroszországot is nyomorgatja, nem engedi a demokráciának a kibontakozását, elnyomja olyan nemes hazafiak, mint ez a bizonyos Navalnyinak a törekvéseit, és így tovább. No hát, ez ellen tenni kell valamit. Hát próbálnak is tenni valamit. Például a brit külügyminiszter, egy bizonyos Truss nevezetű hölgyemény, egyenesen az ukrán határon vonul föl, kérem szépen, egy tankban, hogy ezzel is tüntessen az oroszok ellen. Úgy, a másik részről pedig, ugye, amikor ugye már ellátogatott Moszkvába, hogy úgymond, hát az oroszokat rábeszélje arra, hogy ne támadják meg ezt a szerencsétlen Ukrajnát, akkor ilyen képeket lehetett rögzíteni. Itt látszik szinte ez a nyugati fotós által készített kép, azt demonstrálja, hogy hát itt van ez a rettenetes orosz külügyminiszter, ez a Lavrov, és kérem szépen, jó, hát a Covid miatt, de ugye most nem kézfogással, hanem ugye így könyökérintéssel üdvözöljük úgymond a másikat. Na de ha jól megnézzük, kérem szépen, ez mint egy olyan, jól mutatja azt a fellépést is, hogy ez a hölgy, aki Margaret Thatcher örököseként képzeli magát, erről maga a brit sajtó is megemlékezett, az egyenesen ilyen letámadólag lép föl ottan, úgy megy el tárgyalni sok-sok év után elsőként a nagybritek részéről, hogy hát kérem szépen itten, igenis vegyék ezt komolyan, mert itt jön Nagy-Británia, és bizony nem csak fegyvereket fog oda küldeni, amit rendszeresen megtett az utóbbi hónapokban, hanem bizony még itten megjelenik majd a saját legalábbis kiképző erőivel. Tehát ne tessék letámadni ezt a szegény Ukrajnát. Na most, ha ezt megnézzük, már 2014 májusában, ez egy ukrán karikatúra, amikor ugye a ukrán hadsereg a saját területe ellen indult meg, ez ellen a bizonyos Donbass, Donetsk medence ellen, ahol megalakultak ezek a úgymond szeparatista köztársaságok. És ez a karikatúra azt fejezte ki, hogy ugye jönnek az orosz katonák rejtve titkosan, de kérem szépen, hát itt így távoznak koporsókban, ugye a halálnak az egyfajta élő jelképeként. Valójában mi van e mögött? Ellen mögött azonban valójában az van, kérem szépen, hogy a dollárnak megszűnik az a sok-sok évtizedes világszerepe, ami a teljes arany ekvivalensként való működését tette lehetővé, ami már lehetetlen, mert kérem szépen az 2008 óta
igazából már semmi értéket nem képvisel, már régen aktuális a leváltása valamivel, csak ezt vagy megakadályozták éppen az amerikai elitek, mint 2008 környékén, ténylegesen, meg buktatva az akkor az IMF éléről éppen távozóba lévő Strauss-Kahnt, akinek volt ilyen kezdeményezése, hát vagy azóta halogatták, és azóta egyedül egy dolgot lehetett elviselni, hogy nyomják a dollárt, már hihetetlen mértékű eladósodásig vezetve, és nyilvánvaló, hogy az amerikai elitek ezt nem akarják ezt a pozíciót feladni. Hát, kérem szépen, valójában erről van szó. Itt van egy karikatúra viszont, ami éppen ugye a mostani téli olimpia idején jelent meg, a China Daily karikaturistája nélkül. Itt láthatjuk ezt a bizonyos curling metaforát, ugye, hogy a háborús pletykákat gerjeszti a nyugat, Amerika pontosabban, és az alárendelt, neki 100%-osan alárendelt, úgymond szövetségese, közben közte a britek, és aki itten gyaszatolja a éppen gurítást vagy lökést végrehajtó szembácsi előtt, ez a bizonyos curling gyaszatolás, hogy megfelelő irányba menjen az a bizonyos curling korong, ami most itt ugye a háborús plenykák, ez el van írva, hogy kérem szépen ez itt a fegyverkereskedők, ugye, akik óriási üzletet látnak ebben. És kérem szépen, ha tovább megyünk, akkor látjuk, hogy itt egy másik karikatúra, ugyanettől a karikaturistától, annyira ugye az egész pénzügyi rendszer, a globális pénzügyi rendszer annyira abszurd, hogy már egy kis gömbözhöz hasonlít, ami már képtelen igazából a saját lábára is ráállni, és miközben ugye itt Kína feliratú táskával gyalogoló, mondjuk éppen nyugat-európai kinézetű úriember eltávolodik ettől a kis gömböctől, itt azt kiabálja, ugye ez a bizonyos pénzeszsák hatalom, hogy you are about to collapse, tehát, hogy itt mindjárt összeomlotok. Hát ennyit erről, ez az a bizonyos Egyesült Államok pénzügyi kockázata feladatot viselő karikatúra. Egy másik karikatúra ebben a forrásban pedig azt fejezi ki, hogy egy ilyen szerencsétlen valamivá vált már tulajdonképpen ez az egész dollár, már Amerika, mint olyan, a börtönébe van ennek a dollárnak, már maga itten itt szenved, és aki ezt itt a fegyőr, az pedig nem más, mint az Egyesült Államok privát börtönének a tulajdonosa. Hát ez arra célzás, hogy kérem szépen, ugye ez a bizonyos nyomdagép, dollár nyomdagép, ez ugye egy privát bank hálózatnak a kezébe van. Tehát ez már nem a régóta nem, tehát mióta ugye ez a bizonyos Fed megalakult még az a második, első világháborúnak az elején, akkor bizony már nem a nemzeti valutája volt az Egyesült Államoknak. És kérem szépen, hát ezt a helyzetet is meg kéne szüntetni. Mondja ez a szintén ugyanebből a forrásból származó karikatúra. Na most azonban, hogyha visszatérünk ehhez az egész ukrajnai helyzethez, akkor itt egy 2016-os karikatúrát, az ukrán, ez egy ukrán karikatúra, amiben Putyin már egyenesen az apokalipszis kergető és legfőbb lovasaként ábrázolják egy ilyen sajátos formában. Hát mi magyarázza ezt? Mi van itten tulajdonképpen a háttérben? Hát a háttérben 2013. októberében, ami ugye a bizonyos kijevi államcsíny és pucs előtt volt néhány hónappal, ez a bizonyos kép reprezentálta az ott megkezdődött eseményeket. Itt azt látjuk, hogy úgy tüntetnek, és majd ennek itten elhelyezem a megfelelő videót is, ahol ezt látni lehet,
hogy maszkaliákó nakaliákó, nagiliákó. Tehát ez azt jelenti, hogy hát a muszkákat gyerünk fel a faágakra, vagy a faágra, és hát persze ez nem csak ebből állt, hanem még volt egy ilyen is, hogy hát aki nem ugrál, így föl-föl, az bizony muszka. Ezt ezen a videón majd látni is lehet. Karikaturisták pedig ezt így ábrázolták, ezek illetőleg már orosz karikaturista volt, mert hogy oroszban van egy olyan mondás, hogy, az, hogy ugyanarra a gerebére rálép valaki, ez azt jelenti, hogy nem tanul abból, amit az addigi élete során megtapasztaltakból tanulnia kellett volna. Nevezetesen azt, hogy ez Ukrajnát sehova nem vezette, ez a fajta magatartás. De menjünk tovább. Ha történelmileg visszamegyünk, akkor ugye, és keressük azt, hogy ezt a kijelentést, hogy maszkaliákó nagyliákó, milyen előzményei voltak. Akkor az ember azt találja, hogy kérem szépen, annak idején, amikor ugye megalakult a Szovjetunió, akkor bizony, hát nem ez a karikatúra, vagy ez a kép, de arra való visszaemlékezés, hogy bizony, ukránok, ugye akkor nem kis része azt mondta, hogy na, a levelek helyett a fákon a kommunistákat fogjuk felakasztani. Hát kérem szépen, azok ilyen idők voltak, pro és kontra egyébként, de mindesetre, és erre emlékezik például egy ilyen felirat, ahol már látni is, hogy kommunyákó, nagiliákó, tehát a kommunyákó, tehát a kommunistákat, a fel a faágra, ugye? Itt van, kérem szépen, ezt így kell ugye elképzelnünk. Egy mai, hogy is mondjam, karikatúrán. Másrészt azonban maguk az oroszok eközben, akik egy birodalommá szerveződtek újba, birodalmi erőt képviselnek, ráadásul olyan birodalmi erőt, ami 2018 óta, most már nyilvánosan, felveszi a versenyt az Egyesült Államokkal katonai szempontból, legalábbis azon a szinten, amire neki szüksége van, nem akarja ő átvenni a világ fölötti uralmat, szembe az amerikaiakkal, akik ezt akarják megtartani, és egyre kevésbé van ehhez meg a gazdasági hatalmuk és hátterük, tehát már csak igazából a hatalom romjain próbálnak minél tovább fennmaradni. Nos, ők pedig erre emlékeznek. Van egy híres film, hogy akarnak-e az oroszok háborút. És hát erre emlékeztet ez a bizonyos karikatúra, ahol végig lehet követni, hogy az Orosz Föderáció, ami ugye is a volt cári Oroszországnak és a Szovjetuniónak egyfajta csökevénye, még mindig hatalmas területtel, ami azért hát csak Vladivosztokig, tehát egészen a Japán tengerig terjed, kérem szépen, vagy a csendes óceánig, ha szélesebb értelemben nézzük, tehát Európától a csendes óceánig, hogy kérem szépen 1992-ben Moldvába, az úgynevezett Nyeszter vidéken, ahol oroszok éltek és élnek, ma is kellett beavatkozni a bizonyos orosz katonai erőknek, mert különben felszámolták volna az ottani lakosságot. De ide van föl említve az is, hogy 92-94-ben Azerbajdzsán Karabak nevezetű területén zajlottak polgárháborúk, ami szintén ugye az oroszokat normális esetben, mármint a nyugat által elképzelt normális esetben valami háború és fellépésre sarkalta volna. Ehelyett azt tudjuk, hogy a legutolsó tavaly őszi Azerbajdzsán örmény háborúban, ott bizony végül is békefenntartóként kerültek Karabakra, mert különben a fölénybe került Azerbajdzsán hadsereg, mellesleg törökök segítségében fölénybe került Azerbajdzsán hadsereg, bevonult volna Örményországba. És kérem szépen, hát ott egy újabb örmény vérengzés lett volna, hogy magáról a Karabak területén maradt csekély örménységről ne is beszélj. De és itt kell említeni az 1994-es, 99-es csecsenföldi háborút is, ami magát az Orosz Föderációt fenyegette már, hiszen eleve, ha annak teret adnak,
és pont Putyin volt az, akinek sikerült úgy olyan megállapodásra jutnia, egy teljesen szokatlan megállapodásra, a csecsenek, a csecsen lázadók egyik felével, a Kadirov féle klánnal, akik azóta egy nagyon virágzó csecsenföldet meg se lehet ismerni, olyan virágzó a fővárosuk például épített föl, és tulajdonképpen az Orosz Föderációnak a Kadirov úgymond rezsim, a nyugati szóhasználattal élünk, az egyik legnagyobb támasza azóta is. Például Szíriában a katonai rendészet területén ottani alakulatok, onnan származó alakulat, vagy onnan származók alkották a katonai rendészeti alakulat magját. És hát ugye ennek az is volt jelentősége, mert ugye muhamedánokról van szó, muszlimokról. És hát nem szabad elfeledkezni 2008-ban Grúziáról, amikor az ottani elnök, akit később maga a grúz állami ítélt előtt, és most mivel visszalátogatott, azt hitte, hogy újból van lehetősége, akkor börtönbe fogták a korábbi ítélet alapján. Amikor ugye Dél-Oszetiát, ahol békefenntartók voltak, meg hát tulajdonképpen Abháziát is, a grúz csapatok megtámadták abba a vízba, hogy majd a NATO az mögéjük áll, mert ilyen értelmi sugalmazásokat kaptak nyugatról. Hát ez persze nem következett be, és miután lemészárolták a Dél-Oszétiában lévő hát, orosz fenntartók egy részét, akkor az orosz hadseregnek kellett beavatkozni, amit ugye hát a grúzok azóta is hát szomorúan vesznek tudomásul, hogy nem tudtak ez ellen mit tenni a saját erejükkel. És ekkor jött kérem szépen 2014-ben az a bizonyos kievi államcsíny, aminek keretében ugye ott a Majdanon ott ugráltak a nacionalista ukránok, hogy hát aki nem ugrál, az muszka. Magyar régi szóhasználattal élve, moszkvai katonai ügynök, katonai szereplő, és így tovább. És aztán bekövetkezett, miután a Krimet mindenképpen az oroszoknak meg kellett óvniuk, hiszen ellenkező esetben ott ma nyugati katonai támaszpont lenne, és egyértelműen az már lehetetlenné tette volna, még az jelenlegi szinten is, megvédeni az Orosz Föderációt a nyugati beavatkozás ellen, ami nem utolsó sorban azért lett volna veszélyes, mert a nyugat célja ekkor már az volt, hogy tovább darabolja az orosz területeket ilyen kisebb hercegségekre, úgy, ahogy annak idején még a mongol-tatár uralom idején ugye ilyen hercegségek voltak, és azok adóztak a mongol tatároknak. És ugye itt az a kérdés most az orosz emberek számára, hogy vajon ki lesz a következő. Tehát ennyit erről. De nézzünk vissza most történelmileg mindenre. Kérem szépen, itten az első térkép, amit itten alkalmaznék, ez egy Kelet-Európát megmutató Wikipédiából vett térkép, ahol látható, hogy az 1500-as illetve a 15. század, tehát az 1400-as évek végén Oroszország még csak itt volt. Ezzel szemben volt egy hatalmas terület, amit a lengyel-litván közös unió birtokolt, és ez a második fele a 15. századnak volt az első olyan lépés, amikor itt az itt látható vörös vonal mentén akkorra már nagyon megerősödött moszkvai, de birodalomcentrikus értelemszerűen birodalomként gondolkodó és működő orosz állam, ugye amely Kijevből ilyen értemben a központja átkerült Moszkvába, vissza tudta venni az által egykoron uralt területek egy részét, persze majd látni fogjuk, hogy ez csak egy rész, és hát ettől kezdve kezdődött az, hogy ugye ez az egész orosz birodalom, Ukrajna, Lengyelország, balti államok kérdéskör, ugye ez rendszeres meghatározójává vált a kelet-európai politikai és földrajzi viszonyoknak. Ugye itt ezen a térképen majd látni fogjuk, hogy itt mindenféle fegyveres összetűzéseknek a dátumait,
a dátumokat, amikor az orosz állam, az új orosz állam az visszaszerezte a területet, és ez a vonal ugye pedig az, ami a fegyverszünet eredményeképpen, amit kötöttek ezzel az Egyesült Lengyel-Litván állammal, a 1503-ban ugye ez a bizonyos terület. És ha valahol a Wikipédián ugye egy megfelelő helyen, csak rá kell keresni, akár a böngészőbe, arra, hogy a tatár hódítástól egyben Litván fennhatóság, és akkor nagyjából egy ilyen tartalmat, ez egy rövidített tartalom értelemszerűen találunk, amiben leírásra kerül az, hogy ugye a nagy kiterjedésű, mondjuk Magyarország határai nyúló kievi állam, ami ugye fejedelemségekből állt, az a Halics, vagy Galics, magyarosan Gácsország, ugye a legutóbbi neve alapján Galícia, és Volhínia, ami már ugye itt feljebb Lengyelország felé esik. Tehát, hogy ezt az Egyesült Fejedelemséget Magyarország és Lengyelország fűzték kulturális és kereskedelmi kapcsolatok, tehát nem szűnt meg ez a rész legalábbis, ugye a legnyugodtabb része az egykori kievi államnak. És ez persze be is következett az, hogy 1380-as években Lengyel Galícia, Volhínia pedig Litván uralom alá került. És a majdani Fehér Oroszország területét is megszerezte az akkori úgynevezett Litván nagyfejedelemség, és a későbbi Nagy-Ukrajna területét beleértő Kijev vidékét is. És ekkor ugye jelentkezik ezután a moszkvai nagyfejedelemség, ami ugye egyre inkább átveszi a központi szerepet, és valóban a 15. század végére elfoglalja a mai Észak-Kelet-Ukrajnát, tehát ezt a bizonyos területet, nem, hát nyilván itt a legnagyobb része az nem Ukrajna, de itten egy észak, illetve nem, a legnagyobb része az Ukrajna, ez a rész, majd ezt mindjárt látni fogjuk. Ugye hát erről a területről van szó, itt látható, hogy mondjuk amíg Briansk és mondjuk ezek a részek, ezek orosz területek, de az, ha jól látom, ha jól emlékszem, Gomel, Novgorod, Széverszki az már inkább ukrán, Kurszk az orosz terület, és így tovább, és így tovább, de ugye itt látjuk, hogy nem sikerült akkor Poltavát visszavenniük. Hát ez körülbelül ilyen, Csernyivova szintén egy ukrán terület ma már, és így tovább. Na kérem, itt valahol arról van szó, hogy ez a bizonyos 15. század végén bekövetkezett dolog, ez a Gyeszna folyónak, amely a Nyepörbe folyik, az egyik legnagyobb mellékága a Nyepörnek, vagy hát a Wikipédiában Desznaként szerepel, és ide egy számos mellékfolyó is befolyik. A vízgyűjtő területén, a medencéjében, amely nyilván leginkább alkalmas volt a civilizált életre, telepítésre, mert hiszen azért azt ne felejtsük, hogy a mongol hódítás után nem volt igazából rendes állami, vagy hogy is mondjam, közigazgatás, meg egyébek. Ezek ilyen vadvidékek voltak akkoriban a maguk nemében. Tehát ezt sikerült ugye visszahódítani, és hát ugye itt látjuk, hogy Csernyigovig, vagy egy ukrán Csernyiköv, vagy Csernyikov, nem tudom, addig eljutottak, de Kijevig persze nem az oroszok akkor, a központi orosz állam. De ez nem változtatott azon, hogy a törekvése az volt, hogy hát mindenképpen hát visszaszerezze egyre inkább. Ez a központi moszkvai államnak egy évszázados törekvése volt, amit sikerrel meg is valósított 500 év alatt. Na már most itt látjuk, hogy itt van a mai Fehér Oroszország, itt van a mai Orosz Föderációnak a határa, és itt van Ukrajnáé. Tehát Novgorod, Szibirszki az ugye az ukrán, meg Csernyihöv, és így tovább. Na már most kérem szépen, ha történelmileg még tovább nézzük, akkor itt van egy szintén a Wikipédiából származó térkép, ahol ugye szépen látjuk, hogy a Litvány nagyfejedelemség az hogyan erősödött meg.
aztán 15. századra már körülbelül ekkora területet tudott magának mondani, és aztán megalakult a majd látni fogjuk mindjárt hogyan, a Lengyel-Litván Unió, ami aztán ugye egy ilyen kettős állam volt, a hadsereg és a többi dolgokat kivéve, a többi az közös, meg a pénzügyeket, az közös állami rendszerben működött. És ez majdnem ugye egészen a Krímig, amiből a Litván odáig hatolt le. Ez a bizonyos Lublini Unió, ezt 1569-ben hozták létre, ez a bizonyos két nemzet köztársasága, Zsecsposzpolita, Obojga, Narvodov, közös uralkodó, Szejm, ugye az akkori parlament, valuta, külpolitika, külön a kincstár, hivatalok, hadsereg, bíróságok. Ez azonban ez 1385-re nyúlik, amikor volt az a bizonyos Krevai Unió, ez csak personálunióként működött, és ez alakult át egy reálunióvá. Tehát magyarul az államfő volt közös, a reálunió meg, hát ez körülbelül olyasmi, mint a mai Európai Unió, persze nem teljesen. És harmadik felosztásáig Lengyelországnak, ami a lengyelek szempontjából egy tragikus esemény volt, 1795-ig állt fent. Fontos tudnunk, hogy ennek a következtében, ennek a bizonyos Lublini Uniónak a következtében növekedett a főurak befolyása. Lengyelország volt itt már a domináns, tulajdonképpen az ukrán területek egyértelműen ezzel hozzá csatlakoztak, most már nem csak a korábban említett Volhínia, majd a Galícia, ugye. És ez a bizonyos maga litvániai rész, meg hát a kievi rusznak, ahogy akkoriban nevezték, Ruténiának az uniós része, ellengyelesedett, vagyis az ottani elit nyelve, a vezető nemesi köröknek a nyelve, és akik ehhez, mint helyi földesurak fel akartak, ukrán földesurak, nevezzük őket így, de hát akkoriban őket ruténoknak nevezték, oroszoknak, hogy úgy mondjam, akik a kievi rusznak a uralkodó rétegéből maradtak fent, és éltek tovább, tehát ezeknek a nyelve lengyel lett. Meg kell említenünk azonban, hogy ekkor, egy kicsit későbbi időpontban, tehát látható, hogy a megalakulás után egy olyan 30-50, tehát olyan 80 évvel egy ilyen kozák állam, a hetmanátus jött létre valahol, majd ezt mindjárt látjuk, hogy hol, és kezdeti területi kiterjedése nem kevés volt, 312.000 négyzetkilométerre benne volt a kievi, bratszlavi és csernyikövi vajdaság. Na már most itt látjuk ezt a területet, ez a legnagyobb kiterjedésének megfelelő. Ukrajna területén, a mai Ukrajna területén belül, ugye itt láthatjuk, hogy akkor még ugye ezt a területet a krími kánság uralta, ami rész utódja tulajdonképpen a nagy hordának, ugye, amely sokáig ugye az a tatár-mongol hatalmat képviselt ezen a vidéken. És ez a krími kánság akkor egy óriási erőt képviselt, nem utolsó szövetségbe, vagy később vazalusként az oszmán birodalommal. Rendszeresen ugye portyáztak a csapatai, ugye már nem az volt, mint a korábbi nagy horda idején, hogy úgymond megadóztatták egyszerűen az általuk uralt területet, és érdekeltek voltak abba, hogy ez a terület azért, hogy is mondjam, államilag azért, meg államszervezetileg működőképes legyenek általa begyűjtött adók, és annak egy részét ugye járadékként a fönnhatóságot, a feudális fönnhatóságot képviselő tatároknak, mongoloknak szolgáltassa ki. És hát itt különösen, itt majd megemlíteném, hogy itt ez a mai Feodosszia vidéke, ahol Kaffa néven a genuaiak működtettek egy kereskedelmi támaszpontot. Én ott magam is jártam lévén, az első házasságom az egy onnan ide származott orosz feleséggel lehetővé tette, hogy azt akkor nem látogatható vidéket
így, hogy sem sutyomba meglátogassam. Én ott láttam ennek az erődnek a rom falait, stb. Stb. De történelmileg azt kell tudnunk, hogy ez ekkor a rabszolgakereskedelemnek volt. Tehát a rabszolgák voltak itt az elsődleges árucikkek, amiket egyszerűen erről a területről gyűjtöttek össze. Most nagyon egyszerű, tehát ez egy eléggé, hogy is mondjam, mai szemmel nézve végképp egy ilyen kiméletlen világ volt, kérem szépen. Nem is véletlen az, hogy az ott élő maradvány népek, azok megszervezték a saját védelmüket, és itt meg kell említeni az úgynevezett zaporozsiai switchet, tehát a kozák egy olyan mai ismeret, tehát mai fogalmaink szerint egy ilyen kozák települést, ami egy ilyen fegyveres földművelő közösséget képviselt. Maguk is egyébként ilyen hasonlóképpen ilyen betörésekkel operáltak a krími kánságnak a területénvel szemben, és hát a szerepük odáig fokozódott, hogy mert itt ugye ez természetesen még nagyobb lett, ez a bizonyos kozák államiság idézőjelben, amelyeknek ilyen ezredekre felosztott rendszere volt az adott központi városoknak a alapján, neve alapján. Tehát kezdetben 16 ezred létezett, és akkor ezek számra gyakran változott. Ezek közigazgatási területi, katonai és közigazgatási területi egységként funkcionáltak, élükön az ezredesekkel. Ez kezdetben, ugye, amikor még itt a ukrán, tehát ezt a fajta, úgymond, ukrán-kozák államiságot még a lengyel-litván, pontosabban a lengyel korona alá tartozott, akkor a lengyel korona által kinevezett hetman, tehát hadúr, nevezzük így, képviselte, és ő nevezte ki az ezredeseket. Utána a hadseregnek, tehát ennek a ukrán-kozák hadseregnek a gyűlése, a radája, vagy a hetman, az ottan megválasztott hetman, és később pedig már a cári kormányzat, nem sokkal rá egyébként, és hát természetesen ezeknek az ezredeseknek a munkáját hivatalok és tisztikkal segítették. Ez az akkor megalapozott kozák világ, az később egyre inkább már magát az orosz birodalmat határozta meg, nem sokkal rá, tulajdonképpen, és végül is az, hogy eljutottak egészen a csendes óceánig, az a kozákságnak köszönhető. Tehát, visszatérve azonban Ukrajnához, itt ugye egy Bohdan Melnicki nevezetű úriember, aki egy lengyel katonatiszt és egy ukrán asszonynak a gyermeke volt, és ő ebbe beleszületett, ebbe a kozák világba, nagyon sikeres hadvezérként segítette egyébként a lengyel koronát, azonban oda jutott, hogy mivel a kozákságnak a önigazgatási jogai egyre kevésbé tartotta tiszteletben, vagy egyáltalán nem tartotta tiszteletben a lengyel korona, annak ellenére, hogy igénybe vette ugye a katonai szolgálatokat, és akkor ígéreteket tett, hogy majd ezt megteremti ismét. Ez nem történt meg, tehát kirobbantott ez a Bohdan Melnicki egy sikeres felkelést, miután a zaporozsiai kozákok, így lehet látni, hogy ez a Szics, ez ugye a legdélibb részen van közvetlenül az a krími kánsággal határos vidéken, ez volt a legerősebb része az ukrán kozák államnak értelemszerűen, és hát ő akkor egy felkelést vezetett, és azt kihasználva, hogy ott meghalt közben előtte, vagy nem sokkal a lengyel uralkodó. Tehát tulajdonképpen született egy olyan béke megállapodás a felkelés eredményeképp, ami elismerte ennek a ukrán fejedelemségnek, ami a rövid ideig, 5 évig állt fent, 5-6 évig. És hogyha ránézünk ismét erre a térképre, akkor azt látjuk, hogy akkor jelentős ugye Belarus, a mai Fehér Oroszok, vagy Fehér Oroszország által
uralt vidéket is, ahol mond, beluruszok laknak, is ehhez tartozott. Utána függőségben és kisebb területen létezett, különböző mértékben változott kisebb mértékbe. Azonban nagyon lényeges, hogy 1654-től már a cári kormányzathoz tartozott, abban került függőségbe, és ez, mert nyilván kellett hagynia, és hűséggel tartozott a cár felé, ez kellett ugyanis ahhoz, hogy fenntartsa ezt a bizonylag, hát azért nem túl hosszú ideig tartó átmeneti létet, önálló ukrán létet, amit 1764-ben számolt föl véglegesen a Nagy Péter valódi utódjának tekinthető hódítási nagybirodalmi szemlélet szempontjából, hogy első Péter, Nagy Péter, ugye kettő második, vagy más néven Nagy Katalin, 1764-ben, amit föl lehetne sorolni, meg lehet keresni ezt, ha más nem az ukrán Wikipédia bejegyzésben, hogy egyenesen ugye egy olyan titkos belső leírattal történt ennek a rendeletnek az előkészítése és kiadása, amiben ugye arra hivatkozott már Nagy Katalin, hogy ahhoz hasonlóan ezt a területet, ugye, ami látható, hogy itt még ugye a ukrán állam megalakulásakor ez még nem tartozott Oroszországhoz, hogy ezt a területet, ahogy Kis-Oroszország néven, ugye ez idáig terjed ez a kis fogalom, hogy Kis-Oroszország, tehát van Fehér Oroszország, Kis-Oroszország, és hát az, amit ugye a későbbiekben ugye Muszka világnak, moszkovitáknak neveznek, ez a bizonyos oroszok maguk meg Nagy-Oroszországnak, tehát ez a hármasság ugye kialakult, és persze ez nyilván egyre inkább átterjedt a Kis-Oroszország fogalom erre a területre is. Tehát ott példaként említette Nagy Katalin a titkos leíratban, hogy hát nem szépen azt kell csinálni, mert ott, hogy ennek a területnek a választott vezetőjét kell egyre inkább olyan helyzetbe hozni, hogy egyre kisebb jelentősége legyen az ő szerepének, tehát a hetmannak, egyre kisebb szerepe legyen, és hát akkor így végül is ugye el is tudták ezt törölni, és elkezdődött ennek a világnak a oroszosítása, úgymond. Most oroszosítás alatt azt kell érteni, hogy már a 1700-as évek elején Nagy Péter egy olyan rendeletet adott ki, hogy az a fajta ó-orosz írásbeliség és kultúra, aminek voltak pravoszláv hagyományai is, az orosz nyelviségben túlélő kijevi rusz, az ahelyett a moszkvai, valahol itt fönt, ugye jóval lefölött, moszkvai patriarchátusnak a akkori civilizációs írásbeliségét és hát vallási dogmáit követő rendszerét köteles legyen mindenki a cári hatalom alatt álló területeken alkalmazni. De hát ez körülbelül így működött, kérem szépen. Na már most itt jutunk el, mindjárt megmutatom hova. 1868-ban ez megint csak egy térkép, amit a Wikipédiából vettem. Ez egy francia térkép, 1868, ugye ne felejtjük el, hogy 1867-ben volt a kiegyezés, majd az osztrák-magyar monarchiához megalapító kiegyezés, tehát ebben az időben készült, mi magunk valahol itt vagyunk, ugye ezek mind francia feliratok, és azt foglalja össze, hogy ennek a bizonyos kelet-európai térségnek, ami Oroszország, Ausztria és Törökország területére vonatkozik, Törökország ugye itt, ez egy ilyen hosszú slejfni térkép, itt alatta szerepel, itt a Krím, ami ebben az időben ugye már túl van a krími háborún. Tehát itt most egy nagy ugrás van, hogyha csak a krím történetét néznénk. Még ugye tehát 1700-as években sikerül az oroszoknak visszahódítaniuk ezt a krím területet, ami eredetileg ugye a kijevi orosz állam megalakításának az egyik központi helye volt. Itt vették fel a kereszténységet az oroszok, úgymond barbár oroszok, stb. Stb. És hát nem utolsó sorban, ugye itt a Szevasztopolnak akkor is már óriási jelentősége volt.
mint hadi tengerészeti támaszpontnak, és e körül létesített városi településnek. A lényeg az, hogy ugye itt 1868-at írunk, 1850-es években zajlott itt a krími háború, amiről nem szabad megfeledkeznünk, amikor az Egyesült Nyugat az Oszmán Birodalommal együtt, itten, de hát itt Nagy-Britániával az élen, letámadta az orosz cári birodalmat, és tulajdonképpen itt Krímbe dőlt el, hogy ezt nem jár sikerrel ez a támadás. Ugye korábban volt 1812-ben, amikor a cári Oroszországot a napóleoni Egyesült Nyugat támadta meg, azt is ugye egy nagy honvédőháborút keretében visszaverték. Tehát itt már belekapunk az orosz történelembe, bár nem kifejezetten azzal foglalkozunk. Azért sem azzal foglalkozunk, mert itt látható, hogy itt különböző színek jelölnek bizonyos, hogy úgy mondjam, nyelvi határokat, és akkor ezeket a nyelvi határokat ugye úgy jellemezték, hogy ez az oroszoknak rusz a nyelvterülete, tehát az a bizonyos orosz, ami a újrászerveződött központi moszkvai állam területén vált uralkodóvá, és Nagy Péter hatására már végképp meghatározta azt, hogy mit értünk az alatt, hogy oroszok. És van egy ilyen nagyon érdekes fogalom, hogy azt mondja, hogy a rutének nyelve. És láthatjuk, hogy ez egy az a terület, ami ugye az a bizonyos lengyel, kifejezetten lengyel nyelvterületen kívüli, tehát mai értelembe véve ugye a fehér oroszok, itt látjuk is a fehér oroszok, Russes Blancs, most ez egy rossz francia kiejtéssel, itt van Minsk, tehát a fehér orosz nyelvterület, és itt pedig, ugye itt már olyat látunk, hogy Petit Russes, tehát a kis oroszok, amit ugye egy fogalom volt, amit a Nagy Katalin óta ugye vezettek be, ez egyfajta eloroszosított ukrán, mondjuk így, ha az ukrán tekintenénk a hagyományos kijevi Oroszországhoz, Ruszhoz visszavezető nyelvnek. Itt pedig egy jó területen ugye az látszik, hogy a különböző azon népeknek a nyelve, akik a rutén rokat képviselik. Hát nyilván valahogy itt dialektikus szempontból, tehát dialektusok szempontjából a hagyományos kijevi orosz állam nyelveinek egy ilyen spektruma uralkodott. És hát nem utolsó, hogy itt ez az igazából vett kis Oroszország, a Malarusz, az egészen ugye egy Herszon kormányzóság, mert ugye itt látni, hogy ilyen különböző kormányzóságok területét mi határolja, és ezek az itt látható területek pedig ugye ennek megfelelően az állam, az akkori állam határok. Itt ugye jól látszik például ugye a Lengyelország harmadik felosztása után az a állapot, ami a lengyel megosztást jellemezte, hogy a Lengyelország, az igazi lengyel területeknek nagy része az a cári birodalomhoz, kisebb része Poroszországhoz, még kisebb része az osztrák birodalomhoz, Habsburg birodalomhoz, ekkor persze már osztrák-magyar monarchia, de ezek a részek, amik itt vannak, ugye, és itt egészen Bukovináig terjednek, ez az osztrák, a monarchián belül az osztrák részhez tartozott. Tehát itt tudnunk kell történelmileg, hogy az a dolog, amit ma úgy emlegetnek az oroszok, tehát a moszkoviták, hogy úgymond a Ausztria tulajdonképpen egy ilyen ráült, és ez biztos így is volt, az orosz ellenességre, aminek ugye a történelmi hagyományai már ebből bizonyos átmeneti időszakban kialakult, hogy ugye vannak a muszkák, és azok a muszkák, azok ugye katonai erővel ugye a központi orosz cári Oroszországnak a hatalmára hajtják a szabadságra vágyó itteni népeket, akiknek többé-kevésbé sikerült mindig valahogy fellépni, hol a litvánok, hol a lengyelek, aztán később ugye a moszkoviták ellen.
Itt ugye ne feledkezzünk meg, hogy pont Nagy Katalin idején zajlott. Maga Pugacsov, ami a tisztán a moszkovita világ elleni, de a cári orosz birodalmon belüli komoly felkelés volt, hatalmas, hogy is mondjam, kölcsönöket vett fel annak idején a cári Oroszország, hogy megküzdjön ezzel a Pugacsov-féle lázadással, amit a mai kutatók is még kutatnak, hogy annak mi volt az erőforrása, és egyre inkább az látszik, hogy ott egyfajta törekvés volt, hogy felszabaduljanak ez a nyugat-európai típusú abszolút hatalom, központi fensőbség hatalom ellen. De hát ez már megint csak egy külön történet. Na most a lényeg ez, és hát ugye itt látható, hogy vannak a különböző más szárnépek, a csehek, a szlovákok, de itt lejjebb, a térképen lejjebb van, a szlovének, még lejjebb a szerb-horvátok, ugye ez meg a bulgárok, akik ugye a délszlávokat képviselik. Tehát ez a térkép jól tükrözi azt, hogy a szlávság, mint olyan Kelet-Európában milyen meghatározó gyökerekkel bírt évszázadokon keresztül, és természetesen ebben az időben, meg azután is. Ha most közelebbről megnézzük, ugye akkor itt láthatjuk, hogy itt ugye Volhínia, Galícia, ezek voltak azok a részek, amelyek ugye léteztek is még a mongol betörés után egy ideig, még nem ugye lengyel befolyás alá kerültek, először ugye a Volhínia az Litván alá, Lengyelország meg ugye Galíciát, tehát itt látható a közelségből, és hát aztán ezután ez kiterjedt, és ezután pedig ugye jött az orosz, már hogy úgy mondjam, a központi orosz hatalmat képviselő nyelvi hullám, aztán erre az időre már átvette a hatalmat ugye a meghódított területeken. No már most erről szerettem volna tulajdonképpen beszélni, a továbbiakban pedig hát csatolok ehhez egy videót, ami majd mutatja ennek a ugye korábban általán említett hát, hogy is mondjam, félelmetes ukrajnai összevisszaságnak, másképp sajnos nem lehet nevezni, a mai állapotát, ezt a bizonyos, hát, hogy a muszkákat akasszuk fel az ágakra, ami követte ezt a bizonyos, hogy kommunistákat a faágakra jelszót, és hát ennek majd egy videó, ami egy nem túl hosszú videó, ad majd abszolút bizonyságot 2013-ból, és ugye mindez visszautalva arra, hogy tulajdonképpen erről van szó, ha az abszolút napi mostani eseményeket akarjuk látni. Ezen a héten még olimpia van, az olimpia után azonban kérem szépen, első, amire figyelnünk kell, az az, hogy a jövő hét hétfőjén, tehát most van ugye 15-e kedd, azt jelenti, hogy 20-án, 21-én, hétfőn, kedden, már most bejelentették a kínaiak, hogy egy olyan globális bejelentést tesznek, tehát a világ egészét érintő bejelentést, amit hát könnyű feltételezni, hogy ezt a bizonyos új világrendet fogja majd, amit ezt a jelenlegi helyzetet meghaladja, amiben már ugye nem a dollárnak és a dollár privát bankokon keresztüli érvényesítő, világérvényesítő szerepének, a világon mindenütt érvényesítő szerepének a kifejezését, eddigi rendszerét fogja jelenteni, hanem valami mást, amiben már Kínának, a kínai valutának, és nem utolsó sorban az, aki komolyan figyelte az elmúlt hónapok eseményeit, a Kína és Oroszország közötti közvetlen, szinte szövetségesi viszonynak megfelelően fog majd valami újat hozni, egy új világrendet, nek a beköszöntét legalábbis fogja reprezentálni,
amire azért vegyük tudomásul, hogy erre mindannyiunknak szüksége van, mert az a globalitás, amit eddig megszoktunk, hogy kérem szépen itten mindenki mindenkinek tud beszállítani például, az már ugye a pandémia, a COVID-19 alatt megszakadt. Na már most, hogyha itt még a pénzügyi világrendszernek a dolláron, mint egyfajta aranyekvivalensen alapuló stabil rendszere is átalakul, hát gondoljuk meg, hogy azért az milyen hullámokat fog vetni. Ezért aztán erre mindenképpen figyelnünk kell, azonban nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy ez a bizonyos háborús hangulatkeltés, pletykák révén, ami az egész nyugati sajtót jellemezte az elmúlt hónapokban, még mindig ott van az a hatása, hogy ez kifejezhet valami kétségbeesett kísérletet arra nézve, hogy Oroszországot egy háborúban való betaszítással, elsősorban ugye a cél az, hogy Ukrajnával kerüljön háborúba, amit az oroszok semmiképpen sem szeretnének, ez nem érdekük. Ukrajna ugyanis annyira elszegényedett, ez alatt az államcsíny, a 2014-es államcsíny óta eltelt idők alatt, hogy akár az ottan meghódítása esetén az ottan a kellő jólétnek a fenntartása olyan eszközöket igényelne az orosz föderációtól, ami messze meghaladja az ő anyagi lehetőségeit. Ezt az orosz föderáció mindenképpen 2014 óta folyamatosan el akarja kerülni, ezért vannak az úgynevezett Minszki egyezmények, a két szeparatista szakadár állam, a Minszki és a Luganszki népköztársaságok Ukrajnába való visszaintegrálása érdekében, amit viszont az ukránok nem akarnak. Ott ugyanis ez alatt a 8 év alatt az ukrán nacionalisták annyira eluralkodtak, hogy ez az ő hatalmuknak a megszűnésével fenyegetne. Most az ukrán nacionalisták mögött pedig ugye az ottani oligarchák állnak, akik szépen rabolták ez alatt a 8 év alatt is az ottani állami forrásokat. Tehát egyszerűen ugye itt nem bizonyos privát zsebeknek a megtöméséről zajlott az elmúlt 8 év. Tehát körülbelül így jellemezhetnénk ezt az egész időszakot. És hát ugye itt az Egyesült Államoknak és Nagy-Britániának van elsődlegesen érdeke, hogy valóban ez megtörténjék egy polgárháborúból, helyi háborúbá, és akár még szélső esetben, amit viszont ők nem akarnak, egy világháborúba fokozódása ennek a háborús hisztériának, amit ők keltettek a nagy befolyású nyugati média felhasználásával. Nos, ezt ugyan a világháborút ők nem szeretnék, ezt többször ki is jelentették, már kivonták a diplomatáikat, aminek hatására Oroszország is kivonta a diplomatáit Ukrajnából. De hát ez bekövetkezhet, hiszen elég ebből hogy is mondjam, az oroszok nem akarnak még a Donbasszra se bevonulni. Ha azonban az ukrán hadsereg fellép ismét Donbasz ellen, ugye most egy helyi háborúhoz kellően fölfegyvereztek, az ottani népköztársasági csapatok ugye azok csak korlátozott ideig tudnának ellenállni, és az oroszok ki is jelentették, hogy ebben az esetben ők ezt megakadályozzák, hogy fegyveres erővel döntsék meg az ottani népköztársasági hatalmakat, mert hogy akkor az oroszokat, az ott élő oroszokat, akik egyértelműen többségében oroszok, mindenféle értelemben, azokat ugye egyszerűen likvidálnák az ukrán nacionalisták. Már ezt ugye az is igazolja, hogy olyan kijelentéseket tesznek már jó ideje, hogy hát aki orosznak érzi magát, az távozzék onnan. Ezek így ismert szenáriók, amit annak idején a jugoszláviai polgárháborúban is megtapasztaltunk, amikor ugye Horvátországból elűzték az ottan élő szerveket, határőrzésbe eredetileg oda letelepült, vagy bevont szerveket. És gyakorlatilag a Krajinának nevezett horvát rész, ugye az gyakorlatilag szervmentes lett. Mert hogy az ukránok valami hasonlót gondolnak reálisnak végrehajtani, ugyanabban reménykedve, hogy a NATO mögöttük lesz. De a NATO nem lesz mögöttük. Az oroszok viszont megmondták,
hogy csak elvi támogatóként lesz az ukrák. Mondjuk az oroszok viszont megmondták azt, hogy amennyiben ez bekövetkezik, akkor kérem szépen számítsanak arra, hogy közvetlenül az Európában lévő NATO támaszpontokat fogják megtámadni. Ők nem a Ukrajnába akarnak itten helyet kapni, hanem meg el akarják érni, hogy minden álljon vissza az 1997-es Orosz Föderációs NATO közötti megállapodásnak megfelelő helyzetbe, amikor a NATO támaszpontokkal legalábbis nem terjeszkedett még túl az addigi, mondjuk azt, hogy Varsói szerződésnek megfelelő határokra. Másrészt, hogy hamarosan beléptek a Varsói szerződés ekkori állam, ugye a baltiak, mint más közép-kelet-európaiak. No, de a lényeg az, hogy az oroszok a saját nemzetbiztonságukat akarták és akarják azóta is, mióta ezt kijelentették decemberben, bebiztosítani a jövőre nézve. Nem utolsó sorban itt megjegyezném azért, mert ebben az egész világrend átalakulásban ugye olyan turbulenciák lehetségesek, hogy ők minél előbb szeretnék azt biztosítani, hogy az ő, hogy is mondjam, további fejlődésüket külső behatások ne tudják érdemben befolyásolni, fegyveres behatásokra kell gondolni. Na már most a nyugat erre nem volt vevő, hogy ilyeneket biztosítson, mert ennek egy alapfeltétele volt az, hogy nyugat vállalja be, hogy Ukrajnát nem veszi fel a NATO-ba. Azért nem volt erre hajlandó, mert ugye a pillanatnyi nyugati törekvések, most ez alatt elsősorban az angol szász vonalnak a törekvéseit ugye vegyük, tehát Észak-Amerika, Nagy-Britannia, Ausztrália, kérem szépen. De törekvése az az volt, hogy ugye valahogy átmentse a dominanciáját minél teljesebb mértékben, és ezért ugye még egy utolsó kísérletet tenne arra, hogy Oroszországot meggyengítse, hogy az ne tudja támogatni Kínát ebbe az új világrendbe. Az oroszok viszont azt mondják, kérem szépen, nekünk olyan fegyvereink vannak, amivel nem tudtok versenyezni. Ezek a bizonyos hiperszónikus rakéták, és így tovább, ezt most nem ragoznám, ami többek között az amerikai hatalomnak, világhatalomnak a gerincét képező anyahajót, flottának a abszolút, hogy is mondjam, felszámolását könnyedén lehetővé teszi, tehát az egész doktrinát, amit az amerikai dominancia alapul, és amit évtizedek óta ezen alapszik, és ezt folyamatosan még ma is ezzel valósították meg. Tehát körülbelül ez az a felállás, ahol pillanatnyilag tartunk. Így hát kérem szépen ilyen értelemben kell figyelni az itteni eseményekre, úgy Ukrajnában, mint egész Európában, sőt, egészen arra, hogy Kínára vonatkozóan mi történik, mit jelentenek be a kínaiak, milyen kapcsolata lesz ennek az oroszokkal való szövetségüket illetően, amiről nyilvánvaló, hogy Putyin olimpiai időben tett kínai látogatása a megnyitóra, tehát látogatása során végső megállapodás született. Tehát sok minden várható, amire érdemes lesz figyelni, és azután pedig még inkább. Köszönöm a videó nézőinek figyelmét, Masa Sándor voltam, és kérem, hogy ennek megfelelően gondolkozzanak el a továbbiakról.